Üdvözlök mindenkit! Most éppen nem videóval jelentkezem, hanem csak hangban. 2200 fok van odakint, úgyhogy nem lennék túl izgalmas látvány. Ezért maradtam a hangnál. Néhány gondolatot hoztam a házam tájáról. A Kristály Koponyák könyv nagyjából 10 nap múlva a nyomdába kerül. Minden előkészület nagyon szépen halad. Az OSK-ból megrendeltem a hozzávaló ISBN számot a nyomda, jeleztem, felkészültek, nem mentek szabadságra, az előrendelések nagyon szép számmal érkeznek, köszönöm szépen. Továbbra is szeretném javasolni az előrendelést, ami azt a cél szolgálja, hogy tudjam, hogy körülbelül hány darabra lesz szükség, mert hogy én, mint egy kicsi kiadó, és ez a hatodik könyv, ami megjelenik a saját kiadómnál, csak néhány száz példányban dolgozik. Tehát nincs az, mint a nagy hogy legyártok három ezret, és majd valamikor Krisztus után 80 ezerbe elfogy, és addig csak raktározok, ezt én nem csinálom, semmi értelmét nem látom, hanem kis ráhagyással általában annyit készítek, amennyire szükség van. Mondok valamit, ami szerintem sokaknak tetszeni fog, az előrendelők két dologban mindenképpen jobban járnak, mint azok, akik majd csak később vásárolják meg. Egyébként mindig lesz a könyvből, tehát nem kell megőrülni és kapkodni. De akik előrendelnek, amit én nagyon szépen köszönök, két dolgot ajánlok, 15%-kal biztos, hogy olcsóbb lesz a könyv, és, amit eddig még nem mondtam, Lőrinc Csillával mind a ketten alá fogjuk írni a könyvet. Ez későbbiekben nem lesz így, egyrészt mert hogy nem élünk együtt és egy környezetben, és közel sem egymáshoz, tehát nem lesznek a könyvek dedikáltak, de az előrendelők mindegyikét nem csak hogy 15%-kal kedvezőbb áron fogom adni, ez körülbelül 2777 forint lesz, azt hiszem ez lesz a kedvezményes ár, és erre jön majd rá a 15 ami 3200 forint lesz a teljes ár, de mint mondtam az előrendelőknek ez a kedvezőbb ár, jelentősen kedvezőbb ár lesz, plusz még Csillával dedikáljuk az összes könyvet, és még azt is mondom, de ezt már csak feltételes módban, hogy lehet, hogy kézzel sorszámozzuk is azokat a darabokat, amik előjegyzettek, voltak. És akkor így egy könyvkuriózumot is létrehoztunk. Nagy erőkkel folyik a munka, és korábban azt mondtam, hogy ez egy 100-150 oldalas kis atomtöltet lesz. Hát atomtöltet lesz, de legalább 180 oldal lesz, és elég sűrű és a javítás közben is 20 oldal után már belefájdul a fejem annyira tömény információk is megjelennek, és nem csak Ketlinnek a, a könyvében, ami, mint korábban jeleztem, rettenetesen drágán szerezhető csak be külföldről, és akkor is angol nyelven van, hanem ezt Lőrinc kiválóan áttette a lényegét magyarra. Ebben mind a 13 ősi koponyát Ketlin megidézte, és ez a 13 koponya mindegyike adott magáról életjelt. Ilyen információ Európában nem sok helyen érhető el, magyar nyelven pedig most lesz először elérhető, és a könyvnek a borítóját is úgy alakítjuk ki, hogy mind a 13 színkódú koponya a borító fülen meg fog jelenni kicsiben. Nyilván a könyv eleje, háta is koponyákkal lesz tele, hátul Mahasamatman, a Szemi, foglal majd helyet, elő pedig ö, nagy valószínűséggel szivárvány jelenik meg, Még pedig az összetörés előtti állapotban készült fotót ö, fogjuk majd ott látni. Ez a terv, ez jövő héten fog elkészülni, úgyhogy ö, ezt most még feltételes módban, aki szeretné előrendelni, az továbbra is a táviratok.kukacgmail.com címemre írjon, Taviratok avval, és mindenkinek, akinek visszaigazoltam, azonnantól kezdve él az előrendelése. Hangsúlyozom, nem vagy köteles utána ezt megvásárolni, tehát én nem fogok rátenni semmilyen marketinges súlyt, amit elharapodzott a világba, teljesen idiótának tartom egyébként ezt a pressziót, de mindenképpen segíted a munkámat azzal, ha tényleg érdeklődsz és előjegyzed, mert akkor én is tudom, hogy hogyan készüljek. A könyv elképesztő lesz, teljesen meglepő számomra is, hogy milyen őrületes erők álltak össze. Azért is tudok már így beszélni róla, mert mindent, amit a Koponya Társadalom le akart adni ebbe az első könyvbe, az benne lesz. Tehát még haladtunk volna a Csillával egyébként a Ketlin könyvébe, vannak olyan részek, amelyek hajtépősen jók, de a koponya társadalom azt mondta, hogy köszönjük, ennyi elég lesz. Így is lesz benne több mint 60 oldal, csak Kathleen Murray könyvéből, mint eszencia. Úgyhogy ezek a hírek röviden, egy másik témát is feldobok, még el sem merem kiabálni, de napokon belül elméletileg riportot készítek egy óriási szaktekintéllyel, aki Csodával határos módon elfogadta a felkérésemet egy interjúra. Ő külföldön él, ellenben Magyarországra, Budapestre érkezik ezekben a napokban, és csak ezért meg fog állni, és föltettem neki a kérdéseimet. Pénzügyekről van szó, gazdasági világról van szó, és nem mondok többet, mert nem akarom most még ezt beharangozni jobban, mert először történjen meg, de nagyjából egy hónap, ja, folyik ez az előkészület, és csodával határos minden, ami ebben a témában történik, úgyhogy nyugtával dicsérem a napot, ezért nem kiabálok el semmit, de hamarosan azt hiszem, hogy egy fantasztikus riport érkezik majd. A YouTube csatornámról annyit, hogy már 9400 fölötti feliratkozónál járunk, ez azt jelenti, hogy hamarosan elérjük a 10 ezret, ami eszemen szám, és köszönöm szépen az érdeklődést. Annak fényében eszement, hogy az én csatornámon azt gondolom nincsen tiglitangli információ, tehát bizonyos igények vannak, amelyeket a hallgatónak is teljesíteni kell ahhoz, hogy ezzel bármit kezdeni tudjon. És ennek ellenére van ilyen érdeklődés, és egyre több külföldön élő magyar ember is bejelentkezik. Jönnek levelek a világ minden pontjáról. Köszönöm szépen! Igyekszem, amire tudok válaszolni. Időnként kapok olyan megkeresést, hogy egy-egy személyes ügyet hogyan értékelek, se hogyan. Nem végzek egyéni tanácsadást. Nekem a feladatom információk átadása a teljes magyar lakosságnak, a teljes magyarul értő nemzetközösségnek vagy lakosoknak a bolygó bármely pontján. Ezt is fogom ezután is csinálni. Ellenben, ha látok egy jó sztorit, akkor azt köztanítássá is alakítom, így mindenki lehet, de nem foglalkozom szinte soha egyéni ügyekkel. Még két dolog. A Koponya könyvre az előrendelések lehetősége július 5-e 0 óráig él, amikor is a nap a Szíriusszal együtt áll. Azután már nem lesz előrendeléshez lehetőség, csak megvásárolni bármikor, aki szeretné, tehát július 5 -e 0 óráig a táviratok kukacgmail.com címre előrendelhető a júliusban megjelenő kristálykoponyak könyv, 15%-a kedvezőbb áron, és a csilla is általam dedikált példányok. A másik, hogy e videó vagy egy hanganyag alatt a megjegyzés részbe beteszem a közel végleges tartalomjegyzéket már, így át tudod tekinteni, hogy mi van ebben a nagyjából 180 oldalas, igen sűrű könyvben. Nem húzom tovább az időt, jó pihenést, és hamarosan újabb anyagokkal jelentkezem.